Nagy örömünkre szolgál, hogy itt Ózdon is el fog indulni a Magyar Szolidaritás Mozgalom az önkormányzati választásokon, ami 2024. június 9-én lesz. És hát azért nagy öröm ez, mert ez egy olyan város, ami hát talán jelképe lehetne annak, hogy az elmúlt 30 évvel lehetett rontani, az itt el is romlott. És mi azt szeretnénk, hogy végre a városnak olyan képviselői, olyan polgármestere legyen, és olyan képviselői legyenek, akik pártoktól függetlenül a város polgárainak az érdekeiért dolgoznak, és ezért én örülök, hogy itt ilyen csapatot sikerült összehozni Papp Ferenc polgármester jelölt úr vezetésével. Azért küzdök, hogy ez a város végre valódi gazdasággal rendelkezzen. Itt valódi gazdaság egyelőre, erről beszélni nem lehet. Ahhoz, hogy itt az embereknek valódi megélhetésük legyen, sajnos valamit tenni kell, amit idáig elfelejtettek. Elfelejtettek meglépni. Ezért tényleg minden erőnkkel azon vagyunk, kezdve most egy ruhaosztással, mert mi valóban cselekszünk, mert lejárt a szép beszéd ideje. Szépen lehet beszélni, de azzal a cselekvés hiányát fogjuk elfedni. Mi teszünk, meg fogjuk tenni. Átadnám a szót Szakó Andrásnak. Nagyon sok munka van, hogy elfelé, nem tetsz. 50 éve vagyok itt, ezen Ózdon, 50 éve törzsökeres vagyok én is, mint a barátom is. És sok tennivaló van, amit nem tesznek meg az emberek, és azért gondoltam, hogy elindultak ezen a választáson. Többek között szeretném a patakot is rendbe tenni, mert nagyon sok a szemét benne, a patkányok, és akkor bemennek a házakba, szórják szinte a betegségbe. Ezeket is szeretném megakadályozni. Itt, ha erre nézünk például, lehet látni, hogy a hegy az erdőben ül a parkba, és ez is egy nagyon csúnya látvány. Tehát szeretném, van mit csinálni, szeretném jobbá tenni. Nyilvánvalóan rossz irányba ment a város idáig, tehát ez hogy is mondjam, ezt a helyzet maga igazolja. Majd mind a 10 választókörzetbe kívánunk jelölteket indítani. Én polgármesteri jelöltként természetesen indulok.